Következő kísérletben megvizsgáljuk, hogy valóban üres-e az üresnek látszó edény. A kémia tanítása során nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy a gyerekek azt mondják, hogy nincs semmi az edényben, üres vagy vákum van benne. Nézzük meg, hogy valóban így van-e. A következő kísérleti berendezés egyik kivezetésébe vizet fogok engedni, és azt tapasztaljuk, hogy a másik végén a szappanoldat az elkezdett habzani és buborékolni. Ezzel azt tudtuk bebizonyítani, hogy az a vízmennyiség, amit beleengedtünk ebbe a berendezésbe, a benne lévő levegőt kiszorította, és ez a levegő pedig átbuborékolta a mosószeres oldaton, amitől az habot képzett. Tehát az edényünk valójában nem üres, hanem levegő tölti ki.